Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Buda Kalász ma adását látják. Lássuk, mi lesz mai híradónkban. Euróveló 6, Hatházi Sándor számolt be az aktualitásokról. Testületi ülés, Buda Kalász egyelőre nem csatlakozik az ASP központhoz. Becsengettek, a Buda Kalászi iskolákban is elkezdődött a tanév. Jól haladnak az Euróveló 6 kerékpárút megépítésével kapcsolatos egyeztetések. A projekt az engedélyeztetés fázisában van. Az útvonal Budakalászt is érinti, a kerékpáros folyosó a Lupató mellett halad majd el. Az aktualitásokról Hatházi Sándor, térségünk országgyűlési képviselője beszélt stábunknak. Az Euróveló, azaz teljes nevén az Európai Kerékpárút Hálózat, az Európai Kerékpáros Szövetség terve 12 hosszú távú egész Európát átszelő kerékpárút kialakítására. Ahogy korábban hírtattunk róla, az Euróveló hazai nyomvonala megújul a közeljövőben. Az engedélyeztetési eljárásnál tart, tudomásom szerint. Hogy ez meddig tart, én azt gondolom, hogy megfelelő időt kell erre rászánni, mert nem elegendő megtervezni, hanem az egyeztetéseket is el kell végezni. Tehát a településekkel, a településeken élő emberekkel, hogy valóban a lehető legjobb megoldást választok. Egyrészt pénzügyileg természetesen, másrészt társadalmi hasznosságát illetően, hiszen ez majd úgy fog kiderülni, hogy mennyien fogják igénybe venni, mennyien fogják használni a kialakult kerékpárutat. Tehát rendkívül fontos az, hogy megfelelő egyeztetések után kerüljön rá a pecsét, és induljon el az építés. A nyomvonalat nyugatabbra fogják majd helyezni, így a kerékpáros folyosó a Lupató partja mellett halad el. A tervek alapján az útvonalon Natura 2000 természetvédelmi területet is érinti. Elsődleges cél, hogy a felújítás közben ne sérüljön a természet. Ezzel kapcsolatban jelenleg is egyeztetnek. Valóban nem csak Budakalászon, hanem a Szentendrei szigeten, a két híddal kapcsolatos Dunaparti részeken komoly beavatkozások történnek, amelyeket megfelelő hatósági felügyelet mellett kell megvalósítani. Nyilvánvaló a tervezés és az engedélyezhetés során, és a kivitelezés során is megfelelő figyelmet kell fordítani erre. Létezik olyan megoldás, hogy gyakorlatilag a természeti értékek nem sérülnek, és ha mégis bekövetkezik, akkor lehet ezeket valamilyen formában máshol, közvetlen környezetben pótolni. Én ezeket a megoldásokat támogatom. Összesen 5,6 kilométernyi útvonalat érint a projekt. Egy új kerékpáros hidat is építenek a Derapatak felett. Ahol nem új nyomvonalon megy majd az út, ott felújítják a régi szakaszt. A kivitelezést várhatóan 2019 végére fejezik be. Az önkormányzat felhívja a lakosság figyelmét a környezettudatos hulladékkezelés fontosságára. A közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint egészségvédelmi és környezetvédelmi okokból a kerti zöld hulladékot elsősorban komposztálni kell. A városvezetés évente háromszor szállítatja el a keletkezett zöld hulladékot, tavasszal két, ősszel pedig egy alkalommal. Az idei évben november 18-án lesz a zöld hulladék szállítás. Mégsem csatlakozik jövőre Budakalász az ASP központhoz. Az új rendszer bevezetése 2019-től kötelező lesz az önkormányzatoknak. Segítségével egységes felületen gyorsabban és hatékonyabban működhethető a hivatalok belső rendszere. Mivel jelenleg még tesztelik a programot, a képviselők várnak a csatlakozással addig, míg teljes biztonsággal használható lesz. Hatékonyabb önkormányzati ügyfélszolgálatot ígér az ASP, vagyis az Application Service Provider. A szolgáltatások köre széles. A teljes lakosságot érintő közigazgatási munkát informatikai eszközökkel támogatja a program. Célja az önkormányzati feladatellátás egységesítése, az ország és az önkormányzatok pénzügyi stabilitásának biztosítása. Javaslat az önkormányzati ASP rendszer kiterjesztéséhez elnyert pályázattól történő elállásra. Az ASP bevezetését folyamatos bizonytalanság övezi, legutóbb a kötelező bevezetési határidő került egy évvel későbbi 2019. január 1-i elhalasztásra. A rendszer tartalmi felépítése sem tisztázott még. A bevezetésre kiválasztott vállalkozóval folytatott egyeztetési procedúra rávilágított arra a térre, hogy jelenleg még ők sincsenek tisztában minden jogi változással, szabályozással. Ezért
állnánk el ettől a pályázattól, az az állami támogatás, a jegyző elmondása szerint úgyis rendelkezésre fog állni majd akkor is, amikor az ASP rendszer már kiforrott a formában, tud dolgozni, tud működni. Erről szó az előterjesztés, bizottság megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolta. A tervek szerint 2019-re több lépcsőben 3200 önkormányzat csatlakozik a rendszerhez. Budakalász egyelőre visszavonta csatlakozási kérelmét, mivel a rendszer még nem épült ki teljesen. Ugye a törvény kötelezően előírja azt, hogy csatlakoznunk kell ez a rendszerhez, és ha most ugye ebből a fázisban visszalépünk, ugye ettől még nekünk valahogy a rendszerhez csatlakozni kell. Akkor ezt hogyan oldjuk meg, addig, ameddig ugye nem tudunk teljes körülön csatlakozni hozzá? Isten? Ez egy kötelezettség. Természetesen ez egy kötelezettség, most a határidő csatlakozása 19. január 1. Viszont ha most ebben a pályázatban részt vennénk, akkor már 18. január 1-től be kéne csatlakoznunk ebbe a folyamatba. Amint a polgármester úr is említette, és az előterjesztés is tartalmazza, ez egy előkészítetlen állapot. Egy év alatt is nagyon sokat tud előre haladni. Abban az esetben, hogyha ez olyan állapotban lesz, hogy érdemes hozzá csatlakozni, akkor a jövő év folyamán ezt meg lehet tenni. Abban az esetben pedig, ha a törvényi kötelezettség lesz, akkor úgysem lesz rá más lehetőség. De ez a projekt még azért a 19. január egyik hátralévő közel másfél évben igen komolyan tud fejlődni, de kell is neki, mert nagyon sokan, egyre többen fognak majd rácsatlakozni, de nagyon sok gyermekbetegsége van, és mi nem szeretnénk a kísérleti nyomó szerepébe tetszeni. Ezért hogy nem, addig nincs olyan kényszerünk, hogy most önköltséggel csatlakozunk az informatikai rendszerhez? Addig nincs. Köszönöm. Budakalász város önkormányzatának képviselőtestülete jóváhagyja a KÖFOP 121 VECOP 16 kötőjel 217-00796 azonosító számú Budakalász város önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása című projekt visszavonását, a pályázattól történő elállását, és felkérje a polgármestert a folyósított támogatási összeg visszautalására. Erről szól, és erről kérem, hogy szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy 10 igen, 1 hanggal elfogadtuk. Köszönöm. Ugyan a döntés értelmében Budakalász egyelőre elállt a pályázattól, 2019. január 1-jével kötelező lesz csatlakozni az ASP rendszerhez. Ma reggel megszólalt az első csengő a magyar közoktatási intézményekben. Elkezdődött a 2017-2018-as tanév. A Kalássuli Általános Iskolában tegnap délután 5 órakor tartották az évnyitót. A Szent István telepi Általános Iskolában ma reggel kezdődött meg hivatalosan az év. A tanévnyitó ünnepét követően 3 tanórán vettek részt a diákok. A Kalász Alapfokú Művészeti Iskola tanévnyitója pedig 6 órakor kezdődött el. Az első fél év 2018. január 19-éig tart majd. A tanév utolsó napja pedig 2018. június 15-e lesz. A tanévkezdésről szóló összeállításunkat jövő heti híradónkban láthatják. Híradónk végén a várható időjárásról. Holnap délelőtt a Dunántúlon már felhős lesz az ég. A reggeli órákban még csak elszórtan, délután már egyre több helyen várható eső és zápor, keleten zivatar is előfordulhat. Helyenként jelentős csapadék mennyiségre lehet számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet nyugaton csupán 20 fok körül lesz, de keleten 30 fok körül alakul. A Budakalász ma adását látták, maradjanak velünk továbbra is, mert a folytatásban megtekinthetik Kultúrcseppek című magazin műsorunk legújabb részét. Híradóval legközelebb hétfőn este 6 órakor várjuk Önöket. Addig is visszanézhetik korábbi műsorainkat a www.vkctv.hu oldalon, de követhetik online az élő adásunkat is. És ne felejtsék el, hogy csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm egész hetes figyelmüket, viszontlátásra!